Azt, hogy a Magyar Hősök Emléknapja május utolsó vasárnapján legyen, még 1917-ben az első világháború idején iktatták törvénybe. A szovjet megszállás ideje alatt az ünnepet tiltották, majd 2001-ben fogadott el a parlament ismét törvényt róla. Szekszárdon idén Gyurkovics János a Megyeújú város alpolgármestere mondott beszédet, aki azt emelte ki, hogy a háborúkban elhunyt hősök mártírsága tette azt lehetővé, hogy ma szabadon emlékezhessünk rájuk. Egyetlen közösség fonta őket egybe, a magyar földért hulladták vérüket. A magyar haza megvédése volt egyetlen céljuk, az, hogy az itt élők szabadságban, függetlenségben élhessenek. Kismányokon a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében emlékeztek meg azokról az áldozatokról, akik a településen éltek és vesztették életüket a világháborúkban vagy az orosz fogság idején. A szónok Szili Katalin miniszterelnöki megbízott volt. Azért is tartom sajátságosnak, hogy május utolsó vasárnapja, amit 1924-ben meghatároztak, az egybe gyereknap is. Úgyhogy ilyenkor találkozik a múlt és a jövő. És ez a nap, ez gyakorlatilag arról is szól, hogy mi, akik a ma felnőttekként, hogy tudjuk egyrészt ezt a tiszteletet és ezt a megemlékezést és ennek a rítusát átadni következő generációknak. A kismányoki emlékműben 64 név található. Ők azok, akik soha nem tértek vissza szeretteikhez, miközben a legdrágábbat adták a hazájukért, az életüket. Ez a példa, amelyet meg kell tanítani, mondta Szili Katalin a következő generáció számára.